Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy nőnapi jóslás. Ehhez van egy kivetésem, és ezt a jóslást úgy hívom a belső istennő, és itt ennél a jóslásnál természetesen Vénusz bolygó energiájáról van szó, ami utal a mi nőiességünkre. És most megtekintjük ezt ennél az általános jóslásnál. De mielőtt kezdenék, felhívnám a figyelmeteket arra, hogy ez a jóslás ezen a héten, tehát március 14-ig egy akciós jóslás fele áron. Megkapjátok ezt a kivetést, és hozzá egy asztrológiai elemzést. Mégpedig megtekintjük a Vénusz bolygó energiáját, a nőiességeteket, azt is, hogy hogy hat ki ez a párkapcsolat területére. Ez az akció 8500 forint helyett most 4250, tehát megkapjátok fele áron. Ez megrendelhető e-mailen keresztül. Az e-mail címem látható a videó végén. És most kezdeném ezt az általános jóslást. A belső istennőd. Ez a kártya ott fent mutatja a jelenlegi helyzetedet. Itt vannak fájdalmas emlékek és könnyek. Erre utal az egyik kard, és ezt mutatja ez a kislány is. Ez lehet gyermekkori emlék, vagy a volt párkapcsolatra emlékeztet, ami fáj. Ezen túl kell tenned magadat, mert vannak lehetőségek, erre utal az a kettő kard ott a háttérben. És az szimbolizálja a levegő elemét, a könnyűséget, a kommunikációt is, itt lesznek kapcsolatok a közeljövőben. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya ott bal oldalon mutatja azt, hogy hogy látnak mások téged. Ezen a képen látható a tűz eleme, az utal bátorságra, lelkesedésre. Tehát így látnak mások téged, de amit ez a kártya még közöl, ha vannak ellenségeid, akkor fordíts hátad. Mindegy, hogy hogy gondolnak rátok. Amit még ez a kártya jelent, egy új irány, ahol te kezedbe veszed a dolgokat. Te ott van valaki melletted, amit a második bot jelent, meg a kettes szám, és mások úgy látják, hogy te ezt nem veszed észre, ezek kapcsolatok, vagy lehetőségek. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya azt mutatja, hogy mi változik nálad, vagy mit kellene megváltoztatnod. Itt a nőiességről van szó. Vedd kezedbe ezt az arany érmét. Ez utal természetesen anyagiakra, és te jelenti a belső értékeket is. Te értékes vagy, légy ennek tudatában. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya azt mutatja, mit fogsz elérni, milyen változások lesznek, mi történik nálad a közeljövőben, hogy éled ezt a nőies kisugárzást. Ezt mutatja ez a királynő. És ez a királynő uralkodik a föld eleme felett. Itt reális dolgokról van szó, tehát ha vannak álmaid és vágyaid, akkor az megvalósul.
ez a királynő szintén ezt az arany érmét mutatja, ami utal a te értékeidre. Te értékes vagy, hogy boldog légy a szerelmi élet területén. De légy ez a királynő, legyen meg ez a büszke tartásod. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya ott lent, bal oldalon, azt mutatja, mi gyengít téged, milyen nehézségeid vannak. Ha minden úgy a feje tetejére áll, és nem tudod hogyan tovább, és az az érzésed, hogy elveszíted a talajt a lábad alól, akkor az gyengít téged. Viszont, ha ezt a kártyát megfordítjuk, akkor másképp néz ki a helyzet. Valamit másképp kellene tekintened. És most én megfordítom ezt a kártyát, és mutatom neked. Itt egy elegáns mozgásról van szó. Olyan, mint egy balettáncos. Lehet, hogy a művészetek segítenek abban, hogy megtaláld a belső erődet vagy élet örömöt, de nézd olyan könnyen a dolgokat, és ami még fontos ennél a kártyánál, hogy a lába megérinti a földet, tehát van talaj a lábad alatt, és ez adja a biztonság érzetét. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép mutatja azt, ami erősít téged. A csillagok szerencsét hoznak. Bíz a jövőben. Persze ezek a csillagképek utalnak asztrológiára vagy spirituális témákra is, és ha ezen a területen dolgozol, ez a hivatásod vagy érdekel, akkor az is adja a belső erőt. Amit még ezen a képen láthatunk, a két korsó. Az egyik arany, az mutatja a nap energiáját, a másik pedig ezüst, és mutatja a hold energiáját. Ez a belső egyensúly. A nap a férfias energia, a hold a nőies energia. Itt megvan ez a középpont, vagy megvan ez a kapcsolat, és ez utal arra, hogy szerencse lesz a párkapcsolat területén. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya utal az érzelmeidre. Itt az egész világról van szó, az lehet külföldi kapcsolat, vagy internet kapcsolat is, ami kihat az érzelmeidre. De ez a kép mutat még valamit. A nőies kisugárzásodat, ez a vonzó erő. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya mutatja a gondolataidat, és erre utal ez a királynő. Ez a királynő uralkodik. Lehet, hogy valaki parancsolgat neked, és megpróbál uralkodni rajtad, és ez foglalkoztat téged, mert ezen elgondolkodsz. Védd magadat félelmek nélkül. De ez a királynő utalhat rád, és befolyásolja a gondolataidat. Uralkodik a levegő eleme felett, és ezek jó ötletek, amit te megvalósíthatsz. Amit még ez a királynő szimbolizál, hogy tedd át magad a félelmeken, és védd magad, mondj egy nemet, hogyha valamit nem akarsz megtenni. Amit még ez a királynő jelenthet számodra, és befolyásolja a gondolataidat, hogy most vannak jó ötleteid, és valósítsd meg ezt, vagy mondd ki azt, amit szeretnél kimondani félelmek nélkül. Tedd át magad a félelmeken. Itt ezen a képen
a levegő eleméről van szó. Ez utal a könnyűségekre, a szabadság érzetére, a döntésekre és a kommunikációra. Legyen meg ez a királynői tartás, óvd magad, védd magad, és mondd ki a véleményedet. A következő három kártyánál ott jobb oldalon a jövőről van szó, és megtekintjük azt, mi történik a következő három hónapban. Ez a királynő ott lent jobb oldalon uralkodik a víz eleme felett, és az érzelmekre utal. Tehát ez áll most ebben a hónapban a középpontban. Egy szerelmi kapcsolat, vagy az, hogyha valamit szeretnél megtenni, megvalósítani, akkor hallgass az érzelmeidre. Ez lehet egy kreatív tevékenység is. És most megtekintjük, mi várható április hónapban. Ez a kép ott középen, jobb oldalon mutatja azt, mi várható április hónapban. Itt lesznek újdonságok, vagy egy meglepetés. Az is lehet, hogy szeretnéd az ötleteidet megvalósítani. Kell ez a könnyűség, ez a bizalom, hogy minden jóra fordul. Olyan játszadozva kellene valamit megvalósítani. Azért kell az óvatosság, hogy ne játsszuk el a lehetőségeket. Mert előfordulhat, hogy valami olyan bizonytalan, és nem lehet tudni, mi várható. Egy lépés előre, van egy talaj a lábad alatt, akkor minden jóra fordul, vagy könnyelmű voltál, és zuhansz a mélybe. Ez a kártya két dolgot közöl. Ez a könnyűség, ez a játszadozás, ez a bizalom segíthet, hogy jóra forduljon minden az életedben, de előfordulhat, hogy ebben a könnyűségben vagy, lelkesedsz valami miatt, és olyan döntéseket hozol, amit nem gondoltál át, és akkor nem úgy fognak alakulni a dolgok, ahogy te ezt tervezted, és szimbolikusan, ahogy mondtam, akkor lezuhansz a mélybe. Ez elszomorít akkor. Most megtekintjük azt, hogy mi várható május hónapban. Ezen a kártyán ott fent jobb oldalon látható a 10-es szám. Ez utal egy új kezdetre, amikor egy új fázis kezdődik, egy új periódus az életedben. Itt érmékről van szó, és az utal az anyagiakra, a munkahelyre, itt minden rendben van, megvannak a lehetőségek. De az érmék mutatják a belső értékeket is, és így rendeződik minden nálad, ami természetesen kihat a párkapcsolat területére. És az érmék mutatják a föld elemét, tehát itt reális dolgokról lesz szó. És ez volt, ez az általános jóslás, ha kéritek ezt a kedvezményt, akkor ezt a jóslást kapjátok meg hozzá egy asztrológiai elemzést. A díjam ennél a kedvezménynél 4250 forint. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!